A városi sportcsarnokban évfolyamonként mérték össze ingafutásban erejüket, kitartásukat az osztályok a Mozdulj Györfi sorversenyen. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában a Mozdulj Györfi sportversennyel folytatódott a 2021-es évi Györfi Napok rendezvény sorozat. Természetesen a járványügyi helyzethez igazítanunk kellett a mai napi versenynek a menetét is, ezért három csapatban versenyeznek a gyerekek. Sorversenyt hirdettek a testnevelő kollégáim az osztályok között. Az osztályok 10 fős csoportokat állítottak ki, és ezek a csapatok fognak egymással versenyezni. Először a harmadik, negyedik osztályosok, azok a gyerekek, akik itt a József Attila út egy szám alatt vannak, hiszen arra is ügyelnünk kell, hogy ne keveredjenek a gyerekek. Ezeket az osztályokat azért merjük így együtt versenyeztetni, hiszen ezek a gyerekek angolórán és hittanórán vegyes csoportokban vannak. A harmadik, negyedik osztályosok után az ötödik, hatodik évfolyamra kerül a sor, ők hasonlóképpen 10 fős csoportokban fognak versenyezni, ügyességi feladatokat állítottak össze a testnevelő kollégáim, és végül pedig a hetedik, nyolcadikosok versenyeznek, és aztán van egy nagy csattanója még ennek a mai napnak, hiszen tanárdiák forból meccsre kerül sor zárásként. Azért, hogy ne érezzék a csapatok magukat teljesen egyedül, úgy hirdettük meg az osztályoknak, hogy aki nem vesz részt a csapatban, ők pedig szurkolni fognak. A sportcsarnoknak különböző sarkaiban helyezzük el az osztályokat, és a szurkolók között is versenyt hirdetünk, hogy melyik osztály tudja jobban buzdítani a csapatát. Külön díjazták évfolyamonként a legtöbb kört megtevő lányokat és fiúkat is.